Szeretnénk felhívni figyelmüket az őszi nagytakarításra, amely két szakaszban zajlik majd. Az első október 19-én kezdődik a beépített városrészekben, a másik szakasz november 9-én a kertővezetekben kezdődik. Treba vedieť, že zákon ukladá povinnosť obciám a mestám vykonať dvakrát do roka zber objemného odpadu, to znamená, že jarné a jesenné čistenie. Törvény adja feladatul a városoknak, falvaknak, hogy évente kétszer gyűjtsék be a méretesebb hulladékot. A tavaszi és az őszi nagytakarítás, amely évek óta zajlik pár városunkban is, ezt a célt szolgálja. Sajnos vannak, akik ezt bárminemű hulladék leadására használják ki. Igyekszünk alkalmazkodni ehhez, ezért tavaly egy új rendszert vezettünk be, vagyis a meglévők mellé egy másik, a zöld hulladék tárolására szolgáló konténert is elhelyezünk. Így igyekszünk csökkenteni a költségeket, hiszen a zöld hulladékot a komposztálóba szállítjuk, a tárolásért nem kell fizetnünk. A legjobb az lenne, ha a polgárok a saját kertjükben komposztálnák a zöld hulladékot, de mivel ez nem így történik, a múlt évben ezt a megoldást választottuk, és az idén is folytatjuk. A nagyobb térfogatú konténerek elhelyezése hely hiányában gondot jelent a város számára, ezért maradtunk meg a régi rendszernél. A polgárok időben tájékoztatást kapnak a konténerek elhelyezési helyéről, nem gondolkodunk új helyeken. A változás csupán annyi, hogy néhány helyen bővül a konténerek száma. A nagytakarítás idején 7 tehergépkocsi járja a helyszíneket, beütve az 50 nagyobb kapacitású, illetve a 10 zöld hulladék tárolására szolgáló konténer tartalmát, mégpedig reggel 6-tól este 6 óráig, ameddig csak nyitva van a hulladék lerakat. Máme rozmiestnených vyše 50 veľkokapacitných kontajnerov plus 10 veľkokapacitných kontajnerov pre zelený odpad a oni jednoducho ráno od 6. večer do 6. kým je skládka otvorená non-stop odvážajú tento odpad. Odporúčam občanom, keď niekde vidia, že je preplnený kontajner alebo už sa zaplňuje, tak buď zavolajú na telefónne číslo, ktoré bolo... Arra kérem a polgárokat, hogy ha látják, hogy megtelt a konténer, hívják a felhívásban közzétett telefonszámot, vagy várják meg a konténerek cseréjét. Gondot jelent, ha a zöld hulladékot a konténer mellé teszik, mert egyrészt csúfítja a környezetet, másrészt többletköltséget is jelent számunkra. Ami az éves hulladék mennyiségét illeti, elmondható, hogy csökken a vegyes háztartási hulladék száma, egyre jobb a szeparáció, ami pedig az őszi nagytakarítást illeti, azonos szinten vagyunk, leszámítva azt, hogy most már külön tudjuk választani a zöld és az egyéb hulladékot. A nagy kapacitású konténerekbe került hulladékot már nem különítjük el, hiszen a nagyobb méretű hulladékot nem lehet osztályozni. Uložia do veľkokapacitných kontajnerov, ide na skládku odpadov, tento sa už ďalej nedotrieďuje, nakoľko práve funkcia celého systému je to, aby tam ukladali objemný odpad, to znamená, že tento objemný odpad sa ďalej už triediť aj tak nedá. Összefoglalóul, az őszi nagytakarítás október 19-én kezdődik, a kertővezetekben pedig november 9-én veszi kezdetét.